Létezik, hogy a németek már megint elszámolták magukat? Nem működik az árja matek? Ez itt az elszabadult hajóágyú. Na, szóval előttem a poént. Árammatekot mondtál? Az árammatek az működik, csak az árja matek nem működik. Illetve működik az árammatek, csak az tök más, mint amit a németek kiszámoltak. Néhány... számolni, meddig nem németeztünk. Én arra gondolok, lehet, hogy meg se kéne szólalnom, csak így beszívni a szavaitokat, mint Biden a kislány haját. Tehát beszéltek a németekről. Nem mosolyog jelent. Ezt a nézők csinálják, nem te. Ja. Na az van, hogy néhány szolgálati közlemény van rögtön az elején, hogy szeretnénk megköszönni a hatos villamos vezetőjének, hogy nem kurta le az ambrózit a villamosról, amikor ugye totálon neki dőlt a vezetői fülkének. Sőt, támogató közeget neki. Mert csután is jelezte, hogy nyugodtan lehet legközelebb is ennyire hosszú a hajóágy, úgyhogy most nem lesz sajnos ennyire hosszú, mert kicsit be vagyunk szorítva, de majd igyekszünk. Kicsit megkeseredve próbáltam hazavonszolni magamat a meccsről, és nagyon jól esett, hogy a kedves szavakkal üdvözölt engem a hatos villamos vezetője. Ugye milyen jó a safe zone? Uh-huh. Mégiscsak. Úgyhogy, de van egy szomorúbb közleményünk is, mert tegnap meghalt Pokka Egon, és igazából nem nagyon vagyok rajongója ennek a... nem is ismertem, de besötétítem a profilképemet, meg stb. És akkor, hogyha megy egy ilyen trend, akkor rá kerülni. De hogyha van olyan figura egyébként, hogy betesszük őt ugye melléjük, mert... Van akkor a művész, mint Tóth Gabi, az a Pókka Egon. Hát egy kicsit nagyobb, tehát az, aki intézményesen kezelte ezt az egészet, tehát hogy intézményesen is az arca volt, meg gyakorlatilag ők voltak azok, akik meghonosították ezt a műfajt itthon, úgyhogy azt hiszem, hogy most tényleg egy olyan figura ment el, aki gyakorlatilag pótolhatatlan. Na, de menjünk tovább. Tegyük hozzá, hogy a kommunisták minden ármánykodása ellenére hozták be. Így van. Tehát, hogy ugye az Erdős Péter nevét itt azért olyan, megérdemel. Igen, olyan nagyon nem rajongtak egymásért a komcsikkal. De ezt a... kicsit, ez vicces, kicsit politizáljunk. Kicsit át sikerült átvariálni ugye a Ferinek a fenyegetését. Mi is tudunk ám ilyeneket, csak szeretném jelezni, úgyhogy... Ez itt kicsoda? Nem nézzük meg? Ez itt Nagy Feró. Ez egy kosudias művész, ha jól. Kosudias művész. Pótolni kellene szerintem a... Ez meg itt még mindig Tóth Gabi. Ja, szeretném jelezni, hogy a Tóth Gabinak a szósölősei egy kicsit ilyen algoritmikusan működnek. Úgyhogy egy ironikus megjegyzés miatt, ami egyébként őt támogatta, amiatt letiltott az Instagramjáról. Úgyhogy létszi, Gabi, engedjél vissza, én szeretlek. Kérem a gyűrűmet, kérem Gabi. Kérem a karinti gyűrűmet. Ha nem adod vissza a gyűrűjét, akkor mutat neked valami olyat, mint a galla szokott. Azért a gyűrűjét te megdolgoztál most már hetek óta. Ha nem adják ide nekem azt a gyűrűmet, akkor írok egy nyílt levelet. Miniszterelnök úr, gyerekem ide azt a gyűrűmet. A karinti gyűrűmet. Na, azt mondja, előválasztás. Volt egy vita. Ez volt az előválasztás. Volt egy vita, gyerekek. Tehát, ez legalább akkora vita, mint amilyen köztünk is szokott lenni. Tehát akkor baszki, ez az elszabadult hajóvágya, ez egy vita. Ez egy vita műsor. Neked tűnhetően egymás faszát szopni, ugye? De azt hagyján, hogy vita nem nagyon volt, mert ugye gyakorlatilag arról szólt az egész, hogy ebben is egyet értünk, ebben is, majd térünk ki arra, hogy miben értenek ugye egyet, nagyon jó dolgokban. Tehát még véletlenül is a Gyurcsány korszak tér vissza adóemelésekkel, az emberek összeverésével, meg hasonlók, meg kifosztásával. Ez a kicsit az apró korszak is benne van, nem csak a Gyurcsány korszak az egyben benne. Van ott valaki? Azt mondta, hogy van ott valaki, aki az aprónak valaki-e? Tényleg ez olyan? Á, mindegy. Olyan volt az egész, amikor összeresztették egy stúdióba a Rákosit, a Gerőt, Apró Antalt, meg a nagyapjait. Meg a Rajk Lászlót, és ott van köztük egyszerűen ez a szegény hülye Márki-Zay, aki ott a szakasított képviselő nagyjából, aki azt gondolja, hogy neki bármi le fogott esni a kirekesztésen kívül. Csak ezek így most így vitáztak egymással. Láttatok egyébként az ilyen szeletelt képeket, amikor a négy figura külön kamerából volt? Egyedül a kemény fickó nem fért bele a képbe. Mindenki más az még bőven volt ott helyben. Váratlan fordult. Minket ízléstelenek, meg bunkónak neveznek, főleg a Lacit, aki a prónai kollégát kitette maga mögé a nyári falra, mert a prónai éles különítmény munkásságát. Volt a százados úr a jegyzés? Volt, persze, hogy miért nevezette terror elhárításnak. De ők meg azt nevezik jogállamnak, hogy felfüggesztik az alkotmányt, az alaptörvényt, hogy az alaptörvény a legalapvetőbb jogforrás, tehát onnantól kezdve kb. Egy ilyen ex-lex állapotba kerül, tehát ilyen törvényen kívüli állapotba kerül az ország, amikor ők meg mindenkit majd összegyűjtenek és levadásznak, meg bebörtönöznek, meg szétvágják a següket, zárójelre én és a seggem itt leszek a szomszédban.
Egyébként pont erről és erre beszélni, a dobrában azt mondja ilyen egykedően, hogy hát ez a jogállamiság helyreállítása. Hát azt már helyreállított a nagyapja is a jogállamiságot 56 igen, és itt derült ki, hogy ez, amikor ő térdén ringette a nagypapija, akkor egészen mást mesélt a jogállamiságról, mint amit mi tudunk. Hát nagyjából egyébként ugyanaz a szemlélet uralkodott ott, de látom, hogy mindenki egyetértett benne, hogy egy feles többséggel is lehet egyébként. Alapvetően egyetértünk. Alapvetően egyetértünk. Amúgy én értem, hogy miért ragaszkodnak annyira ezek a Gyurcsány beosztottak a feles többséghez. Szóval, de azon túl, hogy Varga Ádámos színvonalú. Azon túl, hogy egyetértettek, és hogy elmondták azt, hogy gyakorlatilag visszatér a Gyurcsány korszak, tehát hogy azt akarják visszahozni. Azon túl, gyerekek, ez olyan kurva unalmas volt. Nem tudom, láttátok-e. Egyetértünk, ebben is egyetértünk. Igen, látom, ebben egyetértünk. Igen, tehát a Dopmannek a videóját láttátok-e. Nagyjából azt éreztem én. Másnap néztem meg YouTube-en, mert ugye nekem nincs televízióm, és azzal is csak a mezót nézem. Tehát, hogy annyira unalmas volt a vita, hogy a ATV-nek a vágója nem vette ki a szüneteket a videóból. Tehát az úgy, a YouTube-ára úgy került fel, hogy amikor a ATV reklámot adott, akkor a YouTube-ás verzió ugye egy szünetjelet adott, hogy ATV, meg nem tudom, 5 perc, ma visszajövünk, és az 5-6-8-10 percek, amennyi reklám volt, ez benne maradt a YouTube-a felvételben, a vágó nem akarta még egyszer megnézni, meg lehet, hogy szemét bántott a kemény fickó. De én... Miért nem a kölcsönvállakat a fegyőrnek, ha szóval... majd tartunk? Ott voltak egy szobába. Egyszeri nézőként én a szünetjeleket jobban élveztem, mint a vitát. Az izgalmas volt a szünetjel. Egyébként, ha már ők ennyire bátran előadnak, beszélgetnek kormányzásra, ami azért nyilván nem értek, akkor még jogászkodjunk egy kicsit szerintem. Kaptam itt némi jogi háttéranyagot, és ugye az egy fontos dolog, ők most abban, amit te mondtál, abban azt tervezik, hogy sima feles többséggel itt eltörlik az alkotmányt, meg egy csomó más jogszabályt, mindent. Új államot alapít Gergő, ugye, mert nem tudom, mi mindent hirdetnek, tehát ők így leszarják, hogy 2/3 kell egy új alkotmányhoz, ezt ők így majd átnyúlják. De most ez... Csak ezzel van, ezzel van egy kis probléma. Mint, hogy én leszarom, hogy hol a kapu, én a szögletzászót eltalálom, az gól. Ez pontosan tehát ilyen. Most ez így nem fog menni. Tehát az ezzel a gond, ugye világosan le van fektetve törvényileg, hogy alkotmányt 2/3 lehet módosítani. És tehát akkor ugyanazt akarják ők elkövetni, amivel egyébként a kormányt vádolják. Na de ennek van egy további vonzat, és ugye ők azzal is jönnek, hogy a mostani alkotmány illegitim, és ezért tehetik, hogy eltörlik, és mert hogy nem volt elfogadva népszavazással. Na most, hogy a új alkotmány népszavazással el kell, vagy meg kell erősíteni, azt még a Horn kormány törölte el a törvénnyel, hogy Horn kormány idején törölte el a parlament, Szoci Szadesz többsége 98. Kétharmaddal. A 89-es alkotmány módosítást, ami az alkotmány lett egyébként, azt hány népszavazással erősítették? De én úgy tudom, arra még mindjárt rátérünk a 89-esre, de lényeg az, hogy a Horn idején levő MSZP Szadesz 2/3 törölte, vagyis idején vesztette hatályát az a rendelet vagy törvény, hogy népszavazással kell megerősíteni az alkotmányt. Tehát nem kell megerősíteni. És azon kívül a 89-es alkotmány, ugye, hogy a mostani fideszes alkotmány mennyire lenne állítólag illegitim, a 89-es alkotmány módosítás az azt rögzíti, hogy a többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az országgyűlés hazánk új alkotmányának elfogadásáig Magyarország alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg. Én is tudom, hogy az ideiglenes alkotmány. Tehát 89-ben egy deklaráltan ideiglenes alkotmánymódosítás született, azzal a céllal, hogy majd, ha valakinek lesz rá kellő politikai felhatalmazása, ereje, akarata, akkor az létrehoz, elfogad egy végleges, végső alkotmány. Várjál. Tehát a Fidesz-féle 2012-es új alkotmány elfogadása az igazából beteljesítette a 89-es szándékot. És ők ezt nevezik illegitimnek. Fidesz átírta a választást, nem érvényes. Várjál. Na, de a régit is megérte 2/3-dal. Várjál, mivel ugye a Horn kormánynak 2/3 volt, ott is volt alkotmány előkészítő bizottság, csak ugye nem jutottak el odáig, hogy csináljanak egy alkotmányt. Más dolguk volt, gyorsan el kellett privatizálni. Hát 3-4 tervezetet készítettek is. De ők is elkezdték, így van. És az a durva, hogy a Horn kormány alatt az a 3-4 alkotmányjogi tervezet, amit ők ott a háttércsapatukkal összeállítottak, az kevésbé volt,
hogy ismerni, sokkal kevésbé volt inkluzív, mint a fideszes alkotmánynak az előkészítése. Az más kérdés, hogy ugye a fideszes alkotmány előkészítő bizottságából, Schiffer vezetéséből valami hiszti fél óra miatt kivonult az ellenzék, de elvileg úgy volt, hogy akkor közösen egy megállapodtak abban, hogy akkor megcsinálják az új alkotmányt. És az a furva, hogy az új alkotmány, meg a régi alkotmány, illetve most már alaptörvénynek nevezik, tehát hogy szövegszerűen és 90%-ban fedi egymást. Tehát nem történt olyan hatalmas nagy közjogi reform, nem módosultak hát úgy a hatalom megosztásnak a különböző pillérei, amik indokolják ezt a forradalmi hevületet, ami így kiárad Klárika. Ott van benne a legelején, hogy mi az államforma, kurvára az van. Jó, de akkor sincs, mert a Brody megmondta, hogy már nincs. És hát az érvük, amikor, hogy hát a Fidesz alatt kicsit minden jobb, de igen, de akkor még volt alkotmány, nem, ideiglenes alkotmány volt akkor is, tehát akkor ezt már tehát az ideiglenes alatt mást értenek, tehát az 40 évig. A 40 évig, abszolút. Az a furcsa, hogy a... És csak 20 évig tartott ez a problémája. Hogy a Klára úrék szájából az is elhangzott, hogy majd meg fogják vizsgálni egyesével, hogy mely törvények azok, amik hozzájárultak a Fidesz túlhatalmához, és azokat utólag érvénytelenítik, de hát akkor rögtön kezdhetik mondjuk a választási törvénnyel, amiről szintén... Saját magukkal, mert ők kúrták el, nem értettek hozzá. És Európában nem bőszmeséget a férje, abban a pillanatban, amikor Klára úr azt mondja, hogy érvénytelen a választási törvény, akkor az amennyiben ugye nyernek, de ha nem nyernek, akkor is mondjuk a Karácsonynak a pozíció abban a pillanatban így semmissé válik. Hát az már lassan így is megvan, tehát ez már nem már... A magyar, igen, tehát a magyar Joe Biden egyre inkább. Igen, tehát hogyha nyernek, akkor az összes képviselői jogállás ott a parlamentben megszűnik. Rögtön. De egyébként a Karigeri is jó volt, hogy ő nem esküszik fel erre az alaptörvényre, de már hát kétszer megtette, igen. Tehát, hogy az úgy van, mint a Bíró Lászlónál, hogy akkor időközben elmúlt az antiszemitizmus. Elesküdtem, de már elmúlt. Már elmúlt az antiszemitizmus, aztán most visszatért, mert vissza kellett léptetni, tehát akkor valójában a Karácsony Gergely felesküdött kétszer, de most már inkább mégsem esküdött fel. Azért bazd meg nektek, hát, van munkátok rendesen. Válaszolok erre, a Fidesz lop. Lölő. De különben a Karácsony tényleg olyan, hogy, tehát, hogy bármit letagad. Tehát tudod, ott a VV Zsolti kocsijában, hogy hát mindenki hibázhatott a adjunkt kusi kinevezése kapcsán, csak ő nem. Tehát tényleg az a fajta, hogy ott ül a kis vizsla a szőnyegen ekkora szarva mellette, és ő rád néz, és mondja, hogy nem én voltam. A macska volt. Oda prátolt, hogy ekkorát a macska. Egyébként, hogy átkössek, tudjátok, hogy a mi volt kutyán, az egyetlen pont, amiben vita alakult ki, amikor a Fegyőr felszívta magát, és azt mondta, hogy mi az, hogy Tóth Csabát. De. És egyedül tehát elkezdett ott birkózni, tehát mindenki leugatta, ugye? Na, a Semper Fidelis jó voltából egyébként a Tóth Csaba válaszvideóját, amiben ugye elmondja, hogy ő nem megy el a Partizán által szervezett előválasztási vitára, ezért a Hatházi ott egyedül állt, ő meg az oknia, hogy mi volt az üzenet lényege a Tóth Csabánál. Mennyiféle dolgot tud egy zokni jelenteni, így a Hatházitól a Justin Trudeauig bezárólag. Azért zokni, az kurva nagy kommunikáció. Örültem, hogy nem mást mondtál az oknival. Na jó, egyébként azt kell mondjam, hogy átvillant a fejemben az is. Ez amikor a Fegyőr erősködik a Tóth Csabával, tehát a Fegyőr nem látta aranymenőket, az még korhadáros film, mert az olyan, mint amikor a pincér gyerek beszólt a Joe Pesinek, és akkor Joe Pesi meghirtelen haragból 47-et belelőtt a mellkasában. Még a többi mafiózó is nézett, hogy normális vagy bazd. Bár mondjuk, ha ugyanabban a filmben, az engem egy másik jelenet passzolna a Tóth Csabához. Elásásos. Hát az a Gulyás Marci egyébként, aki most dörömböl ajzébe a csomagtartóba, hogy mi van. Tehát. Majd amikor legközelebb kinézzünk, hogy megtekinteni, hogy mekkorára nőtt már egy dzsungelé fejlődött a zuglói kis erdő, amit ugye Karácsony meg Szabó Rebeka ültetett saját kezüleg. Biztos el fog ott van humusz egyébként. Igen, amúgy még mindig egy ilyen kopár, ilyen földsárnak tűnik. Kopár rét három póróval. Igen, de majd olyan, akkor majd ott hogy észleljük, hogy hova tűnt Fekete Győr András. 19 őszére meg lesz. Na. Hova fajult Tóth Csabával való vitája Fekete Győr Andrásnak, amikor ilyen hatlán mélyen hallunk egy ilyen villanyról belegést. Azt látod, hogy a Marcit azt most fölnyomta Tóth Csaba. Igen. Olyat igen. Kérdezett, amit nem kellett. Amit nem kellett volna. Amit nem kellett volna. Na figyeljetek, az van, hogy mi kérdezünk? A Semper Fidelis jó voltából megszereztük Tóth Csabának az üzenetét. Aranyszabály, hogy nem szabad a volt testet egy darabban felemelni. Úgy tartják, a legeredményesebb módszer az, ha a hullát 6 darabra szeljük, majd egymásra pakoljuk. Már nem tanácsos a mély hűtőbe tenni, hogy a mama megpapizza. Most jön a leghatásosabb eljárás. Megetetjük a disznókkal.
Pár napig éheztetjük a sertéseket, és aztán a csonkatest látványától is összefut a nyál a szájukba. Jobb haj és fog hiány adni a tápot, a röfik emésztése véget. Így az állatvédők is elégedettek lesznek. Persze nem tilos utólag fogat húzni, de ki akar záróakkordként disznószarban turkálni? Úgy bepuszíják a csontokat, mintha vajat nyalnának. Egy ilyen pazar lakomához kb. 16 kis malacra van szükség. Nem hiába mondom mindig, hogy óvakodj a disznótenyésztőktől. Egy jól megtermett 100 kg-os testtel 8 perc alatt végezne. Ami akkor azt jelenti, hogy egyetlen koca egy egész kilogramm rágós nyers hús csócsán el percenként. Lásd a kifejezés, mohó vagy, mint a disznó. Na, ez volt az egyetlen pont, amin összevesztek ezek a degenerált, mármint ezek az emberek. Az összes többiben, tehát egyetértetek abban, hogy adót... Az előbbi szabad, azt csak kérdezted. Azt csak kérdeztem, hogy adót kell emelni, abban nagyon egyetértettek, hogy természetesen adót kell emelni, mindenkinek szét lesz vágva a segge, ugye Jakab Péter azt mondta, baszki, azt a Jakab Péter azt csodálatosan leoltott a fegyőrt. Megint vitt magával dinnyéket amúgy? Életében először nem valakivel megverett, akivel vitába száll a Jakab Péter. Már bírta verni a fegyőrt? Igen, hanem saját kezüleg intézte el. Azt mondta, hatházi kapcsán, hogyha hatháziból legfőbb ügyészt, vagy korrupciós főügyészt akarnak csinálni, akkor miért képviselőjelöltként indítják? És akkor fegyőrre úgy lefagyott, hogy elővette az agy nélkül született kisfiú tekintetét. Mondta, hogy ezt még meg kell kérdeznem. Nem. Meg kell kérdeznem a tartótiszta, hogy ez hogy van. Nos, az van, hogy egyébként a legszebb egyébként... Döntött, hogy szobanövénynek álcázna magát. Cimborádnak, ugye, akivel útlevelet akartok szerezni, a Jakabnak a legszebb... Jákobnak ezek voltak a legszebb mondatai, figyelj. A felső vezetésben tehát teljes sorcserét kell végrehajtani, beleértve a rendőri vezetőket is, tehát itt nem lesz még egyszer 2006, nem lesz millió, nem lesz rendbontás. Nem lesz még egyszer 2006, nem lesz rebellió, nem lesz rendbontás, mondja ezt a Jobbik elnöke, bazd meg. Aki azért jött létre lényegében. Lényegében, ugye, hogy igen. Elvileg már előtte létrejöttek, de gyakorlatilag a politikai generális... Salamorozó mondja ezt! Egy salamorozó! Most azért... A nacionalista Gyurcsány ellenes párt a román DNA-t akar Magyarországon, és Ribéliónak nevezi 2006-ot. 56 mi volt? Ellenforradalom? Vagy mi volt? Hát, de most 45 nem azért, de egy lépésre volt tőle a kemény fickó, szóval ott muszáj azt mondani, hogy mi volt 56 ja, szerintem. Tavaszra már az apró beszélve ki. De én most azt értem, hogy ebben az egész szövegben összefüggésben a 2006 az most olyan Ribélió, amit kirobbanni se szabad megengedni a jövőben, tehát hogy annyira negatív, vagy hogy pozitív, hogy nem lesz rá szükség. Ezt most a Jákob hogy értette vajon? Szerintem úgy, hogy neki mindent meg kell csinálni, amit parancsol neki a Feri házaspár. Tehát akkor és nem, kirobban is se fogják engedni. Igen. Nem, hát mindent ki kell mondani, vagy nem tudom mi a terv mögötte, de attól félek, hogy legközelebb... Tehát a Gergény akkor túl puhány volt, túl... Tényleg kihajtja a Pride-ra. Lehet, hogy túl finom volt a... Lehet, hogy szombaton a Pécsi Pride-on már a Jakabnak részt kell vennie. Hát akkor a Gergény túl finom volt. Esetleg az After-on bevállalni, amiatt, ezek szerint szeretne. Amit a kis füzetbe majd fölírnak. Aha. Jaj, szegény, úgy sajnálom. Dehogy is. Jelezem, hogy szenved. Na, maradjunk. Jákob megfeszítik hátulról, majd azt mondod? Klára asszony. Az a legnagyobb kipasszása valakitől már azt is elveszed, hogy ön azonos lehessen. Itt teljesen más karaktert kell most játszania, mint ahogy ő belépett. Nem vagyok teljesen biztos, de lehet. De nézd, ilyen nyilasoknál egyébként az így könnyen változik ide. Nyilasok könnyen átmentek kommunistába, nem volt ilyen nagy erkölcsi, nem tudom mi. Hát most itt verek veséket, majd mivel egyik mögött se erkölcsiség, ezért nem gond váltogatni. Hát meg képzeld el, hogy egyébként esetenként ugyanazokat verték, azt mondja, hogy igen, somó esetben tényleg. Nézd már, ez itt az a, nem tudom, milyen nagypolgár, ez itt az a burzsóá, aki tegnap előtt még zsidó volt, nem baj, nekem így is jó. Valamelyik faludi könyvben volt, hogy a nő észrevette az ávós tisztbe azt a nyilast, aki levágta a fél mellét, és zsidó volt akkor, és akkor 50, nem tudom, kettőben a Jobbik, ezek a Jákobék, hát mire vágytak egy pár évvel ezelőtt? Jókat akartak enni, jó kávéfőző, csinos kávéfőző lányokat felvenni a frakció mellé. Mindenféle hátsó szándék nélkül természetesen. Mellette ordinári primitív módon zsidózni és cigányozni, ezt szerették. Tehát nem volt túl nagy kívánságuk, vagy túl sok kívánságuk így az élethez, meg a világmindenséghez. Ebből most az lett, hogy nagyon politikai ultrakorrektnek kell lenni, és őt neki kell megsértődni az, hogy jaj, engem lejákoboztak, én most sírok, és Parizel tetet vele a Gyurcsány.
Évekkel ezelőtt azért szerettünk ilyen jobbikos fogadásokra, meg ilyen sajtóeseményekre járni, mert ott volt a legjobb kaja. Tehát azok tényleg ilyen tengeri herkentyűket, meg nem tudom, miket szolgáltak fel nekünk. Ezek a DK még alig van ásványvíz meg, is, mi? Minden ilyen kibaszott finom, ilyen nagyon extra kaját ott zabáltunk. Persze rohadtul nem érdekelt, hogy az aktuális jobbikos főfontos az, mit akar nekünk elmesélni, csak enni mentünk. De volt tényleg az érdekes, hogy Jobbiknál a Vona Gábornak a küldetéstudata, meg a mohósága cseszte ezt el, hogy ők így ben vannak a parlamentben, képviselői fizú, csinos titkárnő, szabadzsidózás, és a Vona ugye így önmagát ilyen küldetés embernek gondolt, és ő majd választást fog nyerni, azt hitte, és ez nem jött össze, és az egész dolog így bicsaklott meg, hogy ő ebből így többet látott bele, mint radikális, volt. Radikális jobb oldalról nem lehet választást nyerni Magyarországról, tehát az pont az a... Még radikális balról lehet szovjet tankok nélkül? Nem, az se lehet, de hogy tehát az, amit a Jobbiknak a legjobb eredménye volt, amikor még ténylegesen Jobbik volt, az a max, amit ki lehet hozni egy radikális jobb oldalról. 20-valahány százalék. Abban is benne volt egy csomó balos proli szavazó. Persze volt egy... De hát egyébként egyik ilyen... Mert ugye a nyilasoknál nem volt benne. Na. Hát azt akarom, hogy egyik ilyen radikális, emberellenes német ideológiát se lehet... választáson sikere vinni külföldi tankok nélkül. De hát ebbe gondolkodnak most. Német ide, ideológiát, azt mondtam? Azt mondtam, német ideológiát, igen. Kommunista meg a fasizmus, vagy nácizmus, igen. Tehát ebbe gondolkodnak most is, hogy rimálkodnak, jöjjön már végre a külföldi intervenciós sereg, és segítse őket hatalomba. Fasizmus az olasz, azért is nevezték a németek félmunkának. Tehát, hogy azért oda mentek, és azt mondták, hogy ez így azért... Hogy mondjam, ez egy ilyen paródia jellegű. Tehát ránéztek a Mussolinire régen, és akkor mindenki röhögött, hogy ott keménykedik, kicsit ilyen fegyőr volt, hogy most szétvágom mindenki seggét, de nem történt mondták, semmi. Hogy öreg a katonáit beréktől kilátszanak a tankjaidból. Tehát ezekkel fogod a világot, és akkor... És a görögökhoz zavarták őket. A görögökhez zavarták őket, meg az etiópokkal is ott szenvedtek. És de hogy senki Olaszországban nem lehet komolyan menni a totalitarizmusba. Ahol ilyen gyerekfelméleti paradicsomok teremnek, ott nem fogod kiirtani vele Albániát, mert azt mondott, hogy írtsuk ki a görög népet, azt miért? Mondják, hogy hátjálám ezt. Érted? Te olasz, hogy gyártsanak jóképű sportkocsikat, igen. Szép öltönyöket, és ennyi az ő dolguk. Megjöjjenek szövetségi kapitánnak ide. Igen. Főként ez. Szóval, na jó. Mehetünk tovább? Beszéltük? Na. Ősök terétől a Deák térig ért a szombat, melyiket akartam? Hát szerinted. nem izét. Jó, le nem maradjunk. Jó, nem, mert szerintem vagy a szerkesztő. Én vagyok a szerkesztő. Hősök terétől a Deák térig ért a szombati katolikus körmenet. Ez is jó. Hát igen, de ez tök jó dolog, hogy ugye mindig ott szoktak fölvonulni, most már lassan mindenki ezen a Deák tér Andrássy út Hősök tere klaszterben. Idén a fővonulókat sajnos máshova kényszerítette a sors. Tudod, a B vonulás nem a Andrássy infolyt most. Ja, igen. Te tudod, mert te igen, ott voltál igen, a pár igen. Kedves pároddal. Ott lögdöstek minket toleránsan. Na szóval mindenki itt szokott fölvonulni, azért tök jól látjuk, hogy így ki mennyi embert tud odavinni. És ugye nekik a baloldalnak a csúcspontja ez a civil szív tüntetésük volt, a ravaszul kihagytak egy ilyen kurva a civet a Hősök tere közepén, nem kell emberekkel hát megtölteni. A Hősök terét magyar kihagyták igen. A Hősök terén zajló tüntetésből. Csak így a peremére álltak be a szív köré, meg a nem tudom meddig voltak az Andrássy mér mögötte, és akkor azon voltak ilyen több tízezren, azt úgy reklámozták, talán mondtak még 70 ezeret is valami ilyesmi. Az ő 2 milliójuk a 70 ezer. Ugye ezt képest szokott lenni ott környéken Fidesz békemenet is, ami azért az Andrássy cép hozta meg szokta tölteni. Most meg így a lenézett már senkit nem érdeklő katolicizmus, meg így a Hősök terétől a Deákig tömören megtöltötte az egész területet. Egyébként nekem a biztos nincs egyébként lakosság, igen, meg senkit nem érdekel. Kedvencem az, ahogy a haladó sajtó... Jó, de ezek a lengyelek, ukrán buszosok. Buszosztatott ukrán lengyelek jöttek katolikus. Ráadásul ugye ez fontos, hogy ez szombat volt, tehát nem vasárnap, mikor egy sztárpápa jött, akit a balos média körül imád, mikor... Nem is jött ide a pápa. Nem is találkozik Orbánnal. Tehát nem a sztárpápa, akit a balos média körül rajong, amikor éppen migráns lábat mos, és kurvanikat kussol, mikor mondjuk a LGBTQ lobbiról fogalmaz be kritikát. Nem is a sztárpápa volt itt szombat, hanem a Gyerdő Péter volt csak aki a misét celebrálta, és arra jött össze ilyen kurva nagy, alsó hangon több százezres tömeg. Tudod, mit mondott egyébként, amit nyilatkozott a pápa, hogy rettenetesen díjazza azt, hogy Orbán Viktorék kiállnak amellett, hogy a család az apa, anya és gyerek. Csak szeretném jelezni. Nem értem, miről beszéltek a pápa, Bukarestben volt. De ezt gondolom lehozta a haladó médiát. Nem nagyon. Nem? De egyébként én azon szoktam röhögni, hogy a haladó média tényleg, tehát ha valahol kijön, hogy annyira fingjuk nincsen a vallásról,
az a katolikus. Gábor, azt se tudják, hogy Budapest melyik országban van. Tehát előre, azt vágjátok a sztorit a CIA ügynökökkel, akiket elküldtek a CIA központból, vagy az illetékes CIA szervtől, hogy kenjék meg a dominikai belügyminisztert. Vágjátok ezt a sztorit? Ez egy ilyen legenda, nem tudom, hogy igaz-e amúgy. Tehát, hát, hogy elnéz az itteni ügynökeiket csinálni, tudni bármi. Mézen és Steinberg. Menjetek el, ezért nyaraltok egy hétvégét, leadjátok az üzét, az aktatáskát, és akkor minden rendben van, és akkor mit tudom, elutaztak csütörtökön, elmentek Dominikába, ott elvoltak, és akkor vasárnap este hazajöttek, hétfőn meg hivatta őket a főnök, hogy hát itt a dominikai belügyminiszter a vonalba, és őrjünk, hogy hol van a pénze. És akkor ők meg nem értették, hogy hát bementünk a belügyminiszterünkbe, és leadtuk neki. Hát hol van a pénz? Biztos helyen. Némi telefonálgatás után kiderült, hogy igen, a dominikai közösségbe kellett volna menniük, ők a dominikai köztársaságba mentek, tehát az nem teljesen ugyanaz az ország. Jóan, baszki, majd lesz annak a belügyminiszterek szereztek egy nagyon jó hétvégét, ő gondolom nem értette, hogy a CIA mit keres itt egy bőrönnyi pénzzel. De hát majd lesznek szívesek igazi országokat létrehozni ezeken a helyeken. Igen. Mindig élvezkedik a baloldali sajtó, amikor kiderül, hogy néhány politikai kérdésben azért eltér a közép-európai jobboldal, meg Ferenc pápa álláspontja. De az a helyzet, hogy ezek nem olyan súlyos vagy egetrengető kérdések, meg másrészt, amikor leülnek megbeszélni egymással, akkor a Ferenc pápa is elismeri, hogy oké, én dél-amerikai vagyok, nekünk nem tudom én a felszabadításról, más a véleményünk, meg a bevándorlással is eltér az álláspontunk mindnektek, és Ferenc pápa is megérti, hogy mi miért gondolkodunk így, és mi is megértjük, hogy ő miért gondolkodik így. De mi, a bevándorlás, egyébként a vésség... argentinként persze, hogy más a vélemény a bevándorlásról. Már jönnek a németek. Ők ebből jöttek. Egyrészt ebből jöttek létre. Jönnek az energia, elbaszunk. Tehát az unalmas és szegényes őslakos társadalmat tényleg színesítették a bevándorlók, amit a világháború után még tovább színesítettek a... De egyébként a szürkítettek, úgy értem. Néhány szint kikaptak ott az izraeliek. Egyébként ezt kimossuk az izébe, mosógépbe. Egyébként a haladóknak a Vései Lacival nagyon szívesen tartunk jó pénzért képzést arról, hogy hogyan nem kell értelmezni. Ti nem tudjátok, azt a Gábor György tudja egyedül. Ja, mi a kertésség is, hogy kell keresztényként élni. Jaj, az egy... Mindig úgy dőlünk, pedig annyira kedves öregasszonynak. Puritán falvizita. Puritán falvizita, vagy a Tornász kisvagy. Ők tudják a Bibliát, ti meg a pápa, meg ezeket adjuk már. Milyen katolikusok vagytok, ti bazd meg? Hát figyelj, én úgy tanultam, hogy például a bevándorlás ügyben az nem kötött, hogy a pápai tévedhetetlenség arra, hogy Ferenc pápa mit gondol a bevándorlásról, az kurvára nem vonatkozik. Tehát én gondolhatom pont az ellenkező. Tehát ez nem az, SZDSZ, bazd meg. Csak Gábor Györgyi tévedhetetlenség bullája, azt nem ismered? Milyen? Mondom, Gábor Györgyi tévedhetetlenség. Mondom, az egy nagyon kedves asszonynak tűnik, aztán mindig olyan mérges. Egyébként most ugye azon is gúnyolódtak, hogy a Tóth Gabi énekelt a kongresszushoz kapcsolódóan, és a valami erdőben szeretkeznénk, egy erdőben ölekeznénk sort énekelt ott az alkalomra illesztve. Világosítsuk föl őket, hogy katolikusok szeretnek baszni. És akkor ezen a 4-4-4 gúnyolódott egyébként, hogy nem túl hosszú lett volna az a sor, hogy csak házasságkötés után és csak gyereknemzés céljából. Igen. Az van, tehát... Ez a szalmabábéval is, hogy van valami elképzelésük az egész katolicizmusról, igen, az ami, ugye, stimmel, ami ugye a puritán falvizitának a köreiből származó propaganda kivetítése. Hát nagyjából azt gondolják, tehát összekeverik a katolikusokat a puritánokkal. Hát meg saját magukkal. És akkor, ezt kivetítik, és akkor ők is elhiszik, hogy tényleg ilyenek a katolikusok. Igen, meg ha valaki be akarja tiltani korunkban a baszást, meg a csajozást, azok konkrétan ők. Hát most a legújabbra... Humort is be akarják tisztani. Az ízeket. És nem adnak mást a humor helyet, csak geci puttonyt. Igen, tehát, hogy melyik is volt az a középkorú amerikai művész hölgy, aki most kitalálta, hogy őt fiatal vonzó kisasszonyként. Alanis Morissette. Kanadai. Kérj elnézést, hogy kanadai és leamerikaiztad. Megerőszakolták. Kérj elnézést, mert egy másik nemzet asszonyának nevezted, ő kanadai és nem amerikai. Ja, jó. Viszont lehet, hogy asszony. Igen. Hogy őt megerőszakolták ifjú titanillaként, mert utólag jött rá, hogy most így 50 évesen rájött, hogy ez, amikor ő ifjú volt és vonzó, és akkor férfiak udvaroltak neki, csapták neki a szeret, meg mit tudom én, hazudtak neki. Ígértek neki szerződést, igen, kedvességért cserébe. Igen, akkor azt tulajdonképpen nem erőszak volt, hogy ő utána saját szándékából döntése folyamán ágyba bújt velük. Hogy az utólag kiderült, hogy ez mégsem saját döntése volt, hanem őt megerőszakolták. Egyébként ez tökre adnám, hogy jó, ítéljük el azokat a férfiakat, akik
akik esetleg így megkörnyékezték őt, esetleg tisztességtelen szándékkal, de akkor adja vissza mindazt, amit ő a lemez eladásaiból egyébként, amire szertett. Tehát adja vissza az aranylemezeit, adja vissza a vagyonát, adjon vissza mindent. Na így kell csinálni. Engem Alanis Morissette megerőszakolt. Én nem akartam, hogy itt, és itt jött be, bazd meg, és folyamatosan jött be. Ott penetrált. Mondtam, hogy ne, adjál, és csak jött. Mondtad, hogy fáj. És nem hagyta abba. Mindenki lát, hogy már vérzik. És 20 éve csinálja, bazd meg, és nem enged el. 25? Hát én lehet, hogy még 25 éve én még megúsztam a német indulókkal, de 20 éve én legalább hallgatom, és egyszer se akartam hallgatni, bazd meg. És ez több kanadai művészre szintén vonatkozik, mint Brian Adams. Brian Adams engem megerőszakolt két oldalról. Nem akarom hallgatni, hogy örökké a Robin Hoodos nem tudom milyen nyáltengerét, nem szerettem volna soha hallgatni, és mindig hallgatni kellett. Az, az amit tudjátok, hogy ez nem, a szó... Gyere vissza, és csinálj rendet! Gyere vissza, és a művészeket fogd munkára! Szóval tudjátok, hogy ezt a South Park megcsinálta, amikor kijött a kijött az Indiana Jones negyedik rész. Hú, az rossz volt. Az meg a szememet erőszakolta meg. De ők pont ezt csinálták, hogy a Spielberg meg a Lucas megerőszakolták az Indiana Jones. Ha már Spielberg, hogyha pimaszkodik, akkor egyszer megkötözzük, mert nem csak elviszik moziba, és majd a most kijöve West Side Story-t a végig kell nézni. Nem. Spielberg csinálta, kipeszkedik a szemét, mi mind a mechanikus tanácsban. Igen. Na, ingyen elviszünk a West Side Story. Megyünk moziba, Kurt. Tudod, melyik? Jó kis puskás musical. Legutóbbi musicalem az a Bőrk volt, köszönöm, nem. Amúgy kinek nem eszébe, hogy a Bőrk is megerőszakolt. Van egy tök jó dolog, ahol szeretik a férfiak, és akkor csináljunk belőle a musicalt. Ott össze is vesztem magam. Ez egész pozitívra akarják tenni. Meséltem itt. Igen, tehát a puskásból musical, ne, tehát a puskás nem musical. De csináljátok musicalt a Szabó Kimmel Tamásból. Az a baj, akinek a... Ahogy a Szabó Győzőből, a Nolan Aaron Noir, így egymást játszátok el, az menni fog, le a puskás. Csak akinek a puskás musical, vagy a puskás sztoriból eszébe egy musicalt csinálni, ez igazából ugyanarra vonatkozik. Az egyéb galátságra is képes. Igen, ez ugyanarra vonatkozik föl, akár akaratán kívül, vagy tudtán kívül, mint akik az egész focihazőt le akarják térdeltetni például. És mindent, ami a fociba jó, azt itt tönkre akarják cseszni. Közevitából musicalt csinál. Hát, hogy hozzáment egy izéhez, egy dél-amerikai diktátorhoz, és ez milyen jó muzikál téma, tehát azért... Mi a baj a dél-amerikai diktátorokkal egyébként? Semmi. Hát, csináljunk. Tulajdonképpen jó muzikát. Csináljunk. Dobjuk le a kommunistákat. Csináljunk prónaiból. Akkor csináljunk muzikát. Na, helikopteres muzikát. Csináljunk prónaiból muzikát. Milyen szépen hangzik, hogy izé. Pogrom, az nem rajtam múlt, én benne lettem volna. Fát agyó hajlítja a szél, kicsit erősítsük be, horgonyozzunk rá valamit, amit az ágat megtartja. Ezt adnám. Simán. Legyen egy ilyen terror elhárító musical. Igen, csináljunk egy ilyet. No. Amerika tisztító musical. Micsoda? Egy anti, egy zené nélküli musical. Na, arra fogok én menni. Azt fogom én, igen. Ilyen kapa vágások lesznek. Én leszállok lesz egy ritmussal. Illetve ha már a musicalnél tartok, akkor a Thunderstruck, ugye? Vagy tényleg teljesen fordítsuk vissza. Tehát befizetik az emberek a borsos, vagy kifizetik a borsos belépőjegy árát, és beülnek, hogy megtekintőnek egy musical, és akkor azt látják, hogy akkor jutnak el hozzájuk a hírek, hogy a Kurz már felpakolt őket a szekérre. Ez a nézőtér bozog. Tehát a rizsföldek már úton vannak a tett helyszíne felé, és mi meg egykedvűen kimegyünk, két kis kaput kicibelünk a színpadra, és első kiegyenlítő futballmeccset játszunk. Hova megy ez a nézőtér? Hát minek vettél egyet az abban a muzikára, bazd meg? Szerinted hova megy a nézőtér? Na, ha már művészetnél tartunk, a Széldetti is csinált egy produkciót, amit már letörölt, de szintén a Semper Fidelis megszerezte az eredeti felvételt, nem tudom, hogy ez megvolt-e. Hajlandó betölteni. Meg volt, amit csinált ez az idióta? Sajnos. Várjál. De most melyik az átirat, vagy a... Az átirat. Teszel, mintha marhanyúk is volnál. Csak úgy teszel, mintha marhanyúk is volnál. De ezúttal hallani fogom, hogy ordítasz. Fájdalmatban. Majd ha reppelsz hozzá. Csordás a net, meleg voksorú. Csordás a net, mert még bízhatunk.
Szerintem Comptonban most csavarják a szomszédok álmát, a halálos adagos jointot, bazd meg. Dr. Dre meg a nem tudom, Snoop Dogg, az szerintem lövi a vénájába. Anya, menjünk Eminem koncertre, de van Eminem otthon. Eminem otthon, igen. Amikor kitálták ezt a rap műfajt, nem erre gondoltam. A baloldal mindig azon pampok, hogy következmények nélküli ország. Na most egy... Nem ennek kéne, hogy most egy nem következmények nélküli országban Jordán Sanett most bukta volna el a választást egy életre szerintem. De félek, hogy a baloldal már túl van azon a mentális... Nem csordásan, hát most egy normális országban, mint az Ace Ventura, amikor kiderült, hogy férfi vas, bár út kár... Félek, hogy a balos kemény mag már túl van azon a mentális állapoton, hogy az így bármit hasson rájuk ellenkező irányba. Nevet változtatna, és Argentinába utazna örökre, csordásan, hát... Hogy... Hip-hop perkedéstől eltekintve, de azért remélem, ő nem fog radikalizálni. Te dobált rapper vagy, nem? Ja, igen, így rajzolt meg a habonyba, az meg, igen. Olvastam. Tehát ettől én a jó emberkedéssel értem ebben a Csordás Anett jelenségben, mert itt van ez a Csordás Anett, hát így gyorsan megnéztem. De most nem róla van szó, hogy igen, a Csordás Anettet? Csak egy kis kitérő, hogy mit tudom én, sérül gyerekekkel foglalkozik, meg egy nagyon kiváló ember, meg minden, de hogy... Nem, mert neki is született egy ilyen gyereke, aki igen, speciális nevelési igényben, nem tudom pontosan. Igen, de hogy miért kell azzal a szöveggel őt a parlamentbe küldeni, hogy annyi jó ember, hogy csináljunk bele képviselőt? Tehát, hogy miért gondoljuk... Jó emberség, ez a modern vallás. Szerintem ez kevés egy képviselőséghez, hogy valaki jó ember. És igazából ezt vetítik ki a katolicizmusra, most jöttem rá. Tehát nekik van ez a jó emberkedésre fölhúzott hitük, ez a modern vallásuk, és ennek az alaptételeit akarják elvárni a keresztényektől, katolikusoktól. És amikor ez nem teljesül ilyen formába, akkor így náluk is valami kiég, meg nem értik, és akkor így válaszkodnak, hogy te nem úgy viselkedsz, hogy egy igazi keresztény. Meg ez nem keresztény. Tehát a saját vallásukat várják el tőlünk. És ez az a vallás, az a jó embereket mindenhova. Hát pedig ugye az állam annak ugye, hogy is mondjam, világnézetileg semlegesnek kell lenni, tehát ezek a libernyákok se kényszeríthetik ki az államon keresztül, hogy mindenki az ő vallását. De az most már mégsem úgy volt, az már elmúlt. Szerintem egy 10 éves ezt át fogod gondolni. Ja. De egyébként mindig ezt játsszák. Amerikai talibánban majd ott a... De nézd meg, hogy a régen, ugye, amikor az állam... Értelmet vernek belém. Mikor az állam meg az egyház még egybe volt forva a régi ugye ancien rezsimbe, akkor azzal jöttek, hogy ezt szét kell választani, és demokrácia kell, népakarat. Most, hogy van egy tényleg egy szintiszta demokrácia, meg népakarat, és a Fidesz ebben nyeri sorra a kétharmadokat, ez most már nem jó. Most felül kell írni a népakarat. Most már szakértő kellene, nem pedig népakarat. És most már haladunk arra fele, hogy ez az új vallásuk, ez szépen az állama majd egybe lesz forrasztva a szándékaik szerint. Igen, de most már nem is szakértők kellenek, hanem a jóság által felkelt. Csordás Anett egy pap. Egy politizáló papnak van számva a Csordás Anett a baloldal részére. Érzékenyíti a politikusokat, a tanárokat, a rendőröket, a bírókat, mindest. Ez mind sorba érzékeny. Ez mind vallási beavatkozás az állam életébe. Az általuk követelt szekuláris állam életébe egy csomó ponton vallásilag beavatkoznak. Miközben azt harsolják, hogy a papok ne politizáljanak. Ők pedig nevelik ki az új papréteget, akik politizálnak, és benne akarnak ülni a parlamentbe. És még a repről alig beszélgettünk. Tehát ne is beszélgessünk. Én egyébként közben így, tehát egyrészt szégyeltem. Ne beszélgessünk a repről, csak nézzünk egy picit rá. Egyrészt, mikor néztem, meg hallgattam, akkor szégyeltem magam. Másrészt így féltem, hogy így kilép a képernyőből, hogy oda jön hozzám és megöl. Engem csak megerőszakolt is, még valaki. Számileg minden. Viszont jó, hogy levette az internetről még éppen időben, és... Nyom nélkül eltűnt a netről, tehát igen, most már... okos lány. Igen. Nem csak tehetséges, tudja, hogy de okos lány is. Igen, igen, tehát mondjuk a filmművészetnek vagy irányítójának át kéne gondolni azt, hogy lehet, hogy ahogy az elkurtuk filmet is, mondjuk lehet, hogy a Guy Ritchie-t kellett volna felkérni a rendezésére, mert jobban előadta volna ezekkel a balos szereplőkkel a kis maffia sztorit, akkor lehet, hogy a előválasztás meg a ellenzéki összefogás történetet feldolgozó sorozathoz meg a Office alkotóit kell felkérni. Mert hogy minden egyes megmozdulások legalább olyan kurva kínos, mint amikor azok ott botladoztak a hivatalban. Azért nem feltétlenül. A Tóth Csabás részeket inkább rendezze. Hát a Guy Ritchie. Vagy azért a Scorsese. inkább a nagy menők, mint a keresztapain. Abból is lesz egy 3 órás film, nem a Jimmy Hoffa hova tűnt. Ó, az de rossz volt. Egyébként az egyetlen rossz, ami azért. Én nagyon szerettem a Scorsese-t, az egy, amit már nem kellett megcsináljon. De a nagy menők az talári film, úgyhogy én azt forgatnám újra Tóth Csabával. Amúgy előbb valamit kifelejtettem a Deák térig érő eucharisztikus felvonulásnak a sorából. Igen, tehát ez egy fontos, már régi dolog, már 2 évvel ezelőtt, de ezt az érdemes néha fölidézni. Ugye ilyen sose látott tömeg volt az Andrássy úton. Ezzel szemben ugye emlékszünk rá, amikor 2019-re, nem is tudom pontosan mikor, itt számolgatták a tüntetőket, hogy itt megvan-e a 100, hogy itt mehessenek az úton, ne kellene járdán menniük, és itt 91 jött össze. Nagyon szomorú pillanata volt az a baloldali
ellenállásnak. Pedig hát azért ezt így tegyük oda még megint a eucharisztikus kongresszusnak a szombati pedig megkérték mellé. A japán turista csoportot, hogy ők is álljanak be. Ők meg elkezdték fotózni őket. Ilyen állatot még nem láttam. Tehát ilyen dolgokra emlékezni kell sokáig. Na, van két, mielőtt rátérünk a lényegre, ugye? Van két rövid hírünk, az egyik, majd tegyük be ezt a videót a... Meg az elektromos rollerezgettem, és ameddig nem tettem be zuhanyalá, és nem romlott el az egész. Az meg, tehát a VV Zsolt is megkérdezte, hogy... Nem csak hülye fasz, de még kérkedik is vele. Tehát ő lezuhanyozta a rollerját, bazd meg. Ott mögötted mutatnám, hogy ez két olyan dolog találkozása, a zuhanyozott roller, ami egy ismert know-how, csak ezt máshogy csináltak. Nem, de eleve igen, hogy az, hogy villanyroller, az már ebbe a kategóriába tartozik, hogy ilyen létezik. Igen, de ami benne van, azt ki kell valahogy hozni, hogy... Ugye helyére kerüljön. Igen, szerintem Fekete Győr András az, aki az összesnek az ellenszenvét kiváltja. Itt. Ja, persze. Hát az. Román, kezd azzal. <szó. gül> Szóval, na mindegy, ez lehet, hogy erre ennyi elég is, tehát, hogy valaki... De mikor a VV Zsoltinak az arcán látod a megdöbbenést, igen, meg a lenét... Ez tényleg ennyire tehát hülye. A VV Zsolti, aki egy ilyen szar valóságsóból előpattintott senki, az annak az arcára kívül a döbbenet, meg lenézés, hogy úristen, bazd meg, te milyen sekk hülye vagy. Ezt most így miért csináltad? Tehát a VV Zsolti alig vele egy ilyen kiskutyaként, hát körbeugrálja ezeket a nagyságokat, de hát a Fegyőrt még ő se tudja, tehát azért úgy látja, hogy az nem megy. Egy az is milyen szép szint, ebből a VV Zsoltiból ilyen királycsinálót akarnak csinálni most a bal oldalon, hogy így politikusok sorra ülnek be hozzá oda jópofizni, tehát ő így... Hát a Gergőben mondta, hogy mindenkinek ilyen... köze van az ő hamis diplomájához, meg a nem tehát tudom, ilyen... hamis státuszához, csak ő maga. Nagy ott a verseny a Gulyás Marci, igen, meg a VV Zsolti. Hát a diplomája nem hamis, csak az állás. Csak egy ilyen olcsó valóságshow hős, tehát egy Majkát rendelsz, és a Vissen akkor egy VV Zsoltit kapsz kb. Ez a különbség, és akkor ezzel akarnak jókizni, ezzel akarnak fölnőni a politikába. Akkor Majkát kicsit felbasztoltuk. Hát, az, hogy Kalácsony Gergőnek minek nincs köze, hogy csodálatos jellemrajz, vagy a jellemrajzában egy ilyen csodálatos kis epizód az, hogy doktori, meg nyelvvizsga nélkül lehetett volna mondjuk egy ilyen tudományos segédmunkatárs kiló 40-ért, de ő inkább behazudta a doktorit, meg a nyelvvizsgát, hogy 190-ért adjunktus legyen. Adjunktus. Igen. Tehát 50 ezer forintért ő hazudott egyet. Ne kérdezd ezt. Egyet? Hazudott egyet? Hazudott? Vagy mások hibáztak inkább. Leginkább a Lánci természetesen, mert... Csak ő hibázhatta el. Mások vittek rosszul tankra engem. Mondjuk nem ő volt ott akkor, de mindegy. Akkor is a Lánci hibázhatta, megírta a Ladó média. És akkor még sajnáltatta magát, hogy hát ő mennyit, hogy fillérekért dolgozott az egyetemen, hogy a nagy tudását, a nagyhatású tudását átadja az ifjúságnak. Hát igen. De közben de az egyetem közben adott megbízást a másik munkahelyének, a Mediánnak. Persze. Meg azért megbízásokat, sok megbízásokat. Én amikor elolvasom, hogy ezért a 190-ért azért hány órát kell adni, nem az első gondolatom az, hogy akkor a melyemből fakasztott vérrel fogom táplálni ezeket a karácsonyféle figurákat, meg két szeminárium, meg egy előadás, azért az heti 6 órát veszel az egyébként, ember életéből, azért már nem döglik bele senki. Javítsatok ki a hülyeséget mondod, de az 50 ezer forint különbség, ez ilyen, az a 2000-es évek első felében, az majdnem egy minimál bérnyi különbség volt. Uh-huh. Hát, nem tudom, hogy szerintem most keresnek körülbelül ilyen 140 a tudományos segédmunkatársak, meg 190-et. Hát nem túl jó, az biztos. Hát igen, de az meg 6 órát dolgozik. De érte. Tehát az oktató, tehát maradjunk annyi, mert az oktatói tevékenység az a mellékállása a tudósnak. Ha valaki tudományos pályafutat, én jól tudom. Gábor már más. A muciológia nem művész. Elkladoztat a tekinteted. De akkor kutasson, meg írjon pénzes cikkeket a szaklapba, meg tököm se tudja. Vagy... Mit kutasson, a muciológus? Jó, a muciológus. Én tudom, már volt szerencsém egy-két ilyen muciológia tanulmányhoz nekem is. Van ilyen nagy hatodik kötelező jellege... a muciológia szak alatt. Az a durva, hogy amit én tőlük olvastam, hogy kötelező jelleggel annó az egyetemen, abban az egészből sütött az a brutális frusztráció, hogy vannak a világon igazi tudomány, hát igen, matematika, fizika, vegyészek, meg ilyenek, és ugye azokban vannak számok, képletek, és a muciológia iszonyan szenved attól a frusztrációtól, hogy ő is szeretné magát igazi tudománynak érezni, de nincsenek hozzá számaik, meg képleteik, ezért alkotnak. Egyébként amikor és úgy tesznek, mintha az egy tényleg működő valóságot leképező képlet. Egyébként a,
de nem nagy, nagy része kamu, hát nekem van egy ilyen... Nem nagy része, az egész kurva nagy kamu. Tudós cimbim, az a végtelen dimenziókat mutatja. Tehát én annak egy forintot nem fizetnék ezért. Végtelen dimenziókat. Te hiszed abban, hogy végtelen dimenziók vannak, és az ki lehet számolni. De mi az, hogy hiszel benne? Ez számokkal ott le van kerekperet így. De egyébként tudod, hogy milyen az, amikor... A pszichológia léte bizonyítja, hogy vannak végtelen dimenziók. A pszichológia is ugye el van. Tehát az, hogy a képleteket meg számokat rendelsz a pszichológia mellé, azt látjuk most a fővárosban. Tehát az így néz ki. Tehát amikor a pszichológusnak azt hiszi, és jó, akkor ezt megcsinálják, tehát pont úgy néz ki a város, meg a városvezetés, mintha egy pszichológus. És akkor ez, és akkor ez 22 hónap alatt mínusz 220 milliárd forintot jelent ez a muciológiai számítás. Igen, sokba kerül a muciológia, de cserébe megéri. Megéri, mert lesz morál. Hát ugye a muciológiáról a legjobb példa a város, muciológiai város vezetése, hogy leszerelték a kukákat, 3000 kukát leszereltek, hogy ezzel megsporoljanak 120 millió forintot, majd a részvételi költségvetés keretén a választópolgár széles sokasága elé terjesztették azt a javaslatot, és hát a 250 millió forintért visszaszerelik a kukákat. Meg migránsokat tanítanak biciklizni. Az Józsefváros. meg kiraknak toj-toj vécéket, hogy a megsokasodott hal lesznek, legyen mit körülfosniuk. Nem, az szintén Józsefvárosban az úgy van, hogy ugye a járványhelyzet miatt bezárták a II. János Pápa téren a nyilvános vécét, ami rendesen szépen ki van építve, meg nagyon gusztusos, hogyha rendbe tartják, és mellé kihelyeztek toj-tojokat. Mert hogy ez mennyire szépen néz ki egy tér közepén a toj-toj vécé. Tehát toj-toj le van fosva kívülről, úgy tudom, mert hogy nem megy bele az igényes hajléktalan. Hát nyilván. Meg hát a hajléktalan... Képzelem, a belsejéhoz néz ki, hogyha a külsejét fossák már inkább le. Na, következő rövid, ezt bejátsszuk majd ezt a videót. Hölgyeim és uraim, bemutatom az Egyesült Államok elnökét, Frank Drebin hadnagyot. So, Principal Richardson, you know, thank you for welcoming us here today. And Secretary Cardona, and Mayor Bowser, and Chancellor Farabee, you know, thank you for joining us as well. And for families across the country, you know, the school year, gosh, it always brings this sort of mix of emotions for all of us. You know, all at once, we feel the anticipation of new classmates. Némileg egybevágó közönségünket, de ez kivétel, tehát ezt mindig meg kell mutatni. Tehát így belengeztek egy ilyen színes nyalókát, vagy egy vattacukrot, és így megy utána egy kisgyerek. Remény hadnagy. Mi ez? Kifejtettem a hobbistába, hogy ez a csávó szerintem így nekünk akar üzenni, tehát ő nem ennyire buta. Mentsetek ki, fogoly vagyok. Üzen, hogy igen, a demokraták, nem tudom, Washingtonba pedofil hálózat üzemeltettek. Nézzétek meg, belepszagolok a kislányok. Kezdek neked hinni. Ez így van. Tegnap ugye elköpte ezt, hogy az emberek csinálták a hurikán, tehát van harp, megnyomják a harp gombot, és akkor az befejezik. És most nyilvánosan elismert, hogy nem létezik Ausztrália. Ma pedig nem ismerte fel az ausztrál miniszterelnököt, mivel Ausztrália nincs, bazd meg. És akkor még az országban játsszák színészek. Köszönöm Morris, meg köszönöm Fickó, ez a spanyol fél. Ki ez a színész? A spanyol segéd színész. És akkor még azokat is tegyük hozzá, teljesen alátámaszt az elméletedet, mikor bemondja, hogy ide fölírták nekem, hogy kiket szabad megkérdeznem, le fognak szidni, hogyha nem jó embereket szólítok fölkérdezni, nem jó újságírókat. Tehát ez a csávó, ez össze fogja oglasztani ezt. Kétségbeesve üzen, hogy mentsetek ki, itt bábként tartanak, dirigálnak nekem, és így nem tehetek semmit, nincs mozgásterem, mentsetek ki innen. Ő fogja elpezni, hogy egy Truman Show-ban élünk, tehát meg fogja oldani. Mondta a Spielbergnek a minisorozata a csendes óceáni hadszintéről. Pacific. Igen, a Pacific, és abban volt, nem tudom, a 6. epizód, amikor a amerikai frontkatonákat ugye viszik megint vissza, igen, valahogy valami fontos szigetet ott elfoglalják, és akkor itt integetnek az ausztráloknak, ahol előtte, nem tudom, a kórházhajói kikötött, meg ott rendbe rakták őket, és akkor így vártam a következő jelenetet, hogy ugye a hajó így el a láthatáron, és ők meg elkezdik egykedvűen szétszerelni a díszleteket. Elcsavarozzák a házat, ugye eltolják. Ez a Truman Show amúgy elsőre vicces volt, de aztán most a másodikra nem annyira. Ugye? Te is benne élsz. Na. Kurva kellemetlen. Viszont megérkeztünk a lényeghez. Na, losz. Nem fújt a szél, úgyhogy több szenet égettek Németországban, mint tavaly. Na ez hát, a hír. Na hát. Nem, ezt nem így kell lődni. Fűderinám. Az a helyzet, hogy Steiner nem tudott elég szelet összegyűjteni. Sajnos az áramtermelési parancsait nem hagyja végre. Szóval az energivende is ugye legalább annyira jól sikerült, mint minden. Láthatjuk, minden nagy projekt. Hogy az áramatematika működik.
De hogy lehet valaki ennyire tufa és konok nép, hát amikor mondod neki, hogy nem, az a tank nem fog végigmenni a sárét. De nem fúj annyi szél, hogy azzal meg tudod hajtani az autógyáridat, de fújni parancsot fog annyi szél. Parancsot fogunk és akkor fújni fog. Igen. És ott álltak az északi tengeren, és ott parancsokat adtak az időjárásnak. De hát is te vagy. Nem kérték meg Biden-be, meg is a Biden csak a hülye magyar. Lecsavartan szeret a Biden. A szemét magyar, ráadásul ugye a rabbi, tehát ő hátba szúrta a németeket ezzel a defetizmussal. Én voltam, igen. Tördöfés történt, ezért nem működik az energivende. Keresztbe fújt a rabbi, hogy gyengé volt a szél. Szembe fújt a széllel. Valaki felelős ezért. Be kell törni a rabbi kirakatait szerintem. Ő is itt a tördöfés elméletben, bár ő csak a balosokat hibáztatta, tehát annyiban vállalható. Hát abban igazuk is volt egyébként, de abban igazuk volt. De... Tehát az olyan, mint a újságírókat hibáztatni, hogy így nem tudsz vele tévedni. Ez igen. Tehát a kommunisták tehetnek róla, mondod bármire, valami az, igazság tudjon lesz benne. Ha van lista külföldi ügynökökről, hogyha azon nincs újságíró, akkor az nem jó lista. Tehát ez egészen egyértelmű. Szóval. Mi nem hallgatunk le újságírókat. Miért? Miért? Mi is történt? Mi történt? Hát ez történt, baszki, hogy izé kiszámolták. Nem az volt, hogy ez működni fog, meg ez csak hinni kell benne erősen. Működnie kell. Tehát az elsőn volt a hülye annak idején, ugye, hogy ezt ő mondta, hogy talán ez nem teljesen úgy van, hogyha hát nem fúj a szél, akkor hogy lesz. Neked Paks 2 az nem jó dolog. És akkor az elsőn volt így mindennek elhordva, hogy ő nem ért hozzá, meg tök hülye, meg minden, ami ő egy irodalmár, már amúgy nem egy, nem tudom micsoda, igen. De hát jobban tudtam, ezek szerint jobban ért hozzá, mint ez a csapat barom. Sőt, avantgárd verseket írt, tehát itt az ideje vezetnünk kettő fontos tudomány. Legalább nem szemüveges. Igen. Szóval, itt az ideje vezetnünk kettő fontos, jelenkorunkban talán a legfontosabb tudományágat, energetika-szociológia és energetika-esztétika. Ezek vezérelték a német energivendét. Hát nem tudom, ja, valahogy úgy... Ezt egy elszámol írem. Úgy néz ki, hogy ugye a németek háborút indítottak a klímaváltozással szemben, és ezt is elvezítették. Háborút indítottak az oroszok ellen, majd háborút indítottak ismét az oroszok ellen, majd az amerikaiak ellen is, már még egyszer az amerikaiak ellen, ugye mind a két fronton. Most ezeket mind elvesztették, most meg a valóság ellen is háborút indítanak. De mindezőtt háború a valóság ellen indultam. De mit vársz? Láttad azt és a plakátot, ezt a német zöld pártnak a plakátját, hogy hogyan képzelik el a jövőt? Jaj, az csodálat, azt mutassuk. Tudod, amikor a kisgyerekek rajzolgatnak, és de most itt is. Óvodában az a feladat, hogy képzeld el, milyen világban fogsz élni 20-30-50 év múlva, akkor mindenki repülőautókat rajzol, meg nem tudom. Szerintem nem. Rádiótelefon találnak. Német óvodákban tudod, hogy működött, hogy képzeljétek el gyerekek a jövőt, és akkor rajzolnak egy ilyen 8-szoros elefányi tankot, és akkor hát ez nem gyerekrajz, ez egy terv, amit legyártunk, és elviszünk a gyárba. Na, és akkor gyártják ezeket a borzalmat. És akkor a német zöld agyilag óvodásoknak a jövőkép az, hogy úgy néz ki a város, mint egy dzsungel, tehát minden zöld, tehát a város az legyen dzsungel, lehetőleg senki nem dolgozik, mindenkinek rendkívül színes bőre van. Igen. Mindenki homoszexuális. Hát nem. Nincs egy lekorodó, nem homoszexuális, LGBTQ+. Igen. És egy bajszos férfi gyereket szoptat. Igen. Hát ez volt a régi elképzelés, az igazság. És tényleg, tehát úgy képzelik... Ott is arról volt szó, hogy majd a bajszos férfi az egész népet szoptat. Az meg legalább legyenek osztákok is, hogy a pénzébe. Nekem vigyék le a pénzébe, hogy ne lássuk. Hogy hát ők is feljöttek a pénzébe. Ez van fönképzett, nem mondja. Melyik rohadék írta amúgy a Leeds szöveget ez a hír? Ez még bukásabb a bukás, Oder das Árjafaj Vider elszámol írendi ideológi von Wunder Arams. Nagyon kiírta ezt. Kitippelünk. Az a szépen, hogy mikor rátámadnak az orosz térre, akkor végül az arcukra fagy a mosoly, és mikor rátámadnak a tálszérre, akkor is. Nem, mikor rátámadnak a széndioxid kibocsátás, akkor elborítja őket a szénfüst. Igen, mert ők égetik el. Igen. Egyébként még addig jól, még csak szenet égetnek. Tehát a németektől más is kitalálik, azt tudjuk jól. Igen. Azt majd a következő kitalálják, hogy a dán északi tengeri szélerőművek elvették a német néptől a szélenergiát. Megszállják. Illetve majd rájönnek, hogy Lengyelországban sokkal több a szél. Szóval visszatérve ez a zöld jövőképhez, ezek tényleg elhiszik, hogy létezik ez a jövő, ahol az embereknek nem kell dolgozni, és élnek egy olyan városba, ahol minden zöld, minden fából van, minden természetes anyagból van, mindenki vegán, és emellett meg a nagy modern városi lépnek, de nincs, igen, a modern városi lépnek minden és még mindenki buzik vele kielégíti. Hát akkor is úgy gondolták, hogy nem kell nekik majd soha többé dolgozniuk, mert azt mások csinálják, ugye? Tehát bazd meg, tehát a szalacsi röhögünk, aki a vízből akarja kivenni az oxigént, de ezek meg a semmiből akarnak. Az Árpád volt.
Árpád volt? Az Árpád jó, volt. Elnézést. Ők meg a semmiből akarnak, nem tudom én, utópiát építeni. De a vízből ki lehet venni az oxigént, ezt nem lehet, amit ők. Az Árpád már közelebb van a valósághoz természettudományosan, mert a vízben tényleg... Hát az egy magyar. Kimondtad a kulcót, természettudományosan, viszont nem muciológiailag. Ugye itt már néhány ebből le fogják vonni a következtetést, hogyha az egész energivende, meg ez az egész zöld baromságok így rájuk omlik, le fogják vonni a következtetést, hogy nem mi voltunk sekhülyék megint, harmadszor is, hanem a muciológia nem épített elég vastag páncélból elég nagy tankot. Nem ez csak ezt fogják levonni, hanem azt is, hogy valaki hátba szúrt minket, és ki kell írtani egy kereskedő népet. Azt hiszem, hogy ez lesz a következő. Rossz, hogy most a magyarokat meg a lengyeleket. Rossz emlékű gazdasági miniszterünknek, Kóka Jánosnak volt egy ilyen buta megszólalása, amikor arról beszélt, hogy nem tudom én pár... Ő régen milyen zseniális színész volt, aztán most már nem annyira. Pár százezer tanárt le kell építeni, mert túl sok ember tanít, miért nincsenek 90 fős általános iskolai osztályok, mint a fejlett világban, valami ilyesmiről volt szó, és akkor azt mondta, hogy semmi probléma, nem kell ezért pánikolni, majd átképzés, mert hogy például a biztosítási mit tudom én, szektorban rengeteg állás várja őket, hogy majd a tanárok menjenek és áruljanak egymásnak biztosítás. És akkor tovább gondolva, Kóka János tényleg elképzelt egy olyan társadalmat, ahol 10 millió ember biztosítási kötvényeket árul egymásnak, és akkor ebből jövedelem képződik. És hát forogjon a pénz az a lényeg. És a német zöldek pont, hogy ezt a kókásan gondolkoznak, hogy ott van, mit tudom én, Berlin, a városállam, ahol mindenki LMBTQ és mindenki színesbőrű és muciológiával kutatják egymás szokásait. Azt rosszul gondolod, de mögött valami egészen más van szerintem, hogy ők hogy képzelik el ennek az alapját, hogy mivel biztosítják ennek az alapját. Építenek Berlinbe egy hatalmas kupolát, amivel, hogyha bemennek az épületbe, felhő képződik. Tényleg voltak ilyen tervek. Elesetek ez a vérbe. Ez volt a Sperrnek a PS500-asa. És meglepődünk, hogy most ez van, értette. Már a PS500-as is maga Sperré volt egyébként, de minden, hát az ő szellemi köréből. Meg az ő léptékében tervezték. De ez meg az épületek PS500-asa lett volna. Na, úcsó hír. Most kell megtudnunk, hogy 56-ban a félvilág megmentett minket. Alföldi szerint szégyen, hogy nem fogadunk be afgán menekülteket, és nincs semmi humánum. Pont mi, akiket a félvilág mentett meg 56-ban. Egyrészt, de lehet, hogy beszúrom ezt a videót, amit csináltam ma. A humánum. Szerintem sincsen olyan politikai hatalmi játszma, amibe nem szól bele, vagy nem elsősorban az ember a humánumra appellál, és majd csak utána a politikai praktikára. Szóval én is így gondolom. Mert itt nem csupasszán ember él ebben az országban, érted? Erre kurva anyádba, akiket a félvilág megmentett 56-ban, egyrészt jó tudni, mert nekünk nem tűnt föl, hogy meg lettünk mentve, másrészt mesél már el valamelyik összeszoruló gyomró, szuperérzékeny haladár jó ember, hogy melyik szuperhatalom zúdul rá most Afganisztára, megszállva és idegen iga alá kényszerítve. Pont ezt akartam elmondani. Ja, bocs, akkor eladtam a szöveget. Első lépésben azért szögezzük, hogy a megmentés az lett volna, hogyha az amerikaiak lehúzzák a kupakot az atomfegyvereikről, és megmondják az oroszoknak, hogy takarodjanak ki, innen különben megszűnik Moszkva létezni. Nem is feltétlenül kellett volna lehúzni a kupakot, csak mondani, hogy hát esetleg akkor ezt tárgyaljuk újra, ezt a világrendet, de ők mondták, hogy ja, nyugodtan mondjatok be, nem akarunk semmit változtatni. Attól, mert a rádióban mennek ilyen hülyeség, amit mi fizetünk, az nem azt jelenti, hogy mi itt szabad Magyarországot akarunk, nyugodtan mondjatok be, azt a ruszkik mondták, hogy ja, jó. Igen, B pedig a menekülteknek a megmentése, hát az se volt annyira kis, egy, nem tudom, West Side Story, mint ahogy az Alföld így visszaemlékezik. Ő Ausztriának tartozunk ilyen szempontból hálával egyedül, mert ott bezsupolták az összes menekültet, azt onnan lehetett mazsolázni, hogyha kellett 20 ács, akkor azt Új-Zéland akkor mondta. De másfél-három évig ott volt mindenki a menekült táborban, és amikor különböző külföldi, főleg tengeren túli kormányok éppen megszavaztak valami kvótát, az amerikaiak is hosszas vita után, mert ugye nem akartak bevándorlást, akkoriban még ebből a térségből se, éppen az volt a divat, hogy főképpen angolszász országokból fogadnak, illetve nyugat-európai országokból. Igen, a demokrata pártnak volt is egy ilyen szervezete, amelyik próbálta érvényesíteni. Ugye igen, és akkor nagy durcással, nem tudom, hogy a kongresszus elhatározta, hogy jó, akkor izé nem tudom, ilyen 11 ezer képzett egyetemet, főiskolát végzett, vagy szakmával rendelkező embert hajlandók befogadni. És akkor ezt tudják elő megmentésként. És ez annyira nem megmentés, hogy ezek az emberek, akiket onnan kivettek magyarok a menekültáborból, ezek a befogadó társadalmakat mind gazdagították, mind anyagi, mind kulturális értelemben, és
ritkán alapítottak gyermekkereskedő, meg kábítószerkereskedő maffia hálózatot. Meg nem lőtték le az ottani országban a homoszexuális rendezvényt. Igen, nem dobáltak meg senkit a tetőről, és nem akarták a saját szokásaikat rákényszeríteni, de megérkeztek, nem tudom én, Atlantába, akkor nem az volt, hogy héten ráparancsoltak a helyi fekete közösségre, hogy holnaptól mindenki jártok. Csak gulyást teszik a iskolai étkezdébe, különben én megsértődök is. Sárobbanok. Mérgemben felrobbanok. Mérgemben felrobbanok. Láttam egy brit, aztán BBC is videót, ahol büszkén mutatták, hogy a magyar menekültek bontják az utolsó brit csatahajókat. A King George V osztály csatahajó jutott közével, vésővel, kalapáccsal, és az öreg magyar melós csávó, aki láthatóan már ugye a 60-as üzé volt, és kimenekült, azzal ott bontották a hajót. Tehát ilyen kétkezű melósnak 57-58-ba befogták oda. Az az érdekes, hogyha nem... Tehát kurva nagy hála volt nem, ott az hogy hogy nem munkanélküli segéllyel tömték ki őket. Hát igen, tehát akkoriban ez még nem volt. Amiért cserébe mondjuk késegethették volna a helyi lakosságot, így random tehát, módon. Mondjuk Ausztrián kívül, akik tényleg akkor ott nem az érték, hogy akkor most ki kicsoda, hanem de bocsánat, aminek aminekünk a szomorúságot érezzünk, hogy a két világháború után akkor még jött egy 56, amikor megint elmenekült egy és itt még sok hasznos jól ember ebben az országból. Volt itt egy délszláv háború a 90-es évek közepén, ugye? És akkor aki onnan jött, horvát, meg bosnyák, vagy akárki, mi se kérdeztük, hogy ki vagy, hanem ott a menekült táborba elhelyeztük, kapott itt van nagyon fontos dolog, hogy a legközelebbi biztonságos ország. Igen. Tehát ami nekünk Ausztria, az Szerbiának Magyarország, igen, és Afganisztánnak Irán. Igen. Tehát ezt itt nincs hova tovább bonyolítani. Ha valahonnan tényleg menekülni kell, mert olyan a helyzet, hogy az embernek az élete veszélybe forog, nem pedig az anyagi biztonsága mondjuk, akkor a legközelebbi biztonságos országon menekül. Hát most egy afgán muzulmánnak szerintem Irán egy viszonylag biztonságos ország menekültként. Jó, de ha Irán nem, és akkor ott van Pakisztán. Vagy Tadzsikisztán, vagy Üzbekisztán. Tehát most attól Afganisztánban, tehát most ha síta menekült, akkor mennyi Iránba, ha szunita, akkor meg mennyi Pakisztánba. És amúgy mi is. Mind a kettő biztonságos mi is jó emberkedhetünk ugyanúgy, hát nem, ahogy a tengeren túli országok. Afganisztához képest igen. Igen, de Laci, tehát azt a jó emberkedést mi is megtehetjük, amit a tengeren túli országok megtettek 56 után. Egyszer kimegyünk, nem tudom én, a Üzbekisztánba a menekültáborba, és akkor végignézzünk rajtuk, a jó nők jöhetnek egyértelműen. 20 orvost keresünk. Hát a jó nők nem jönnek. Azokat ott tartják ezt. Ne reménykedjél. Tehát. Igen, tehát 20 orvos keresünk, meg nem tudom én, 37 izét írás tudó ácsot még. Csempézőket is keresünk abban a szükségben. Ideni meg az alföldivel, de átgondolták ezt, hogy most ők ezt így... Tényleg alföldi kapcsán keresünk már akkor egy izé színház rendezőt is már. Igen, tehát meglátják a faszalakú lámpát. Igen, tehát na ők mi viccelünk ezzel, ők nem fognak. Tehát az afgán csávó, az meglát téged, Alföldi Robi, és akkor szerinted mit fog veled csinálni? Mert szerintem megkeres az első követ, aztán addig dobál vele, amíg életbe vagy. Te. Alföldi azt panaszoltál, hogy, értem, hogy ő humáron... nem fogadhatja be az egész országot. Hát de akkor de egyet befogadhat, vigyen magához egyet, kettőt, úgy, hármat, azt majd azért a négy öltem vannak, úgy fogja, akkor kidobják. Úgy fogják, mindezek a buzértelmiségi francia professzorok, akiket aztán így valami ragyonver az ágyukba vastyövel befogadott kis muzulmán fiú. Jó járnak, hogy a vastyövel nagyon lövik őket, mert ennél vannak cifrább halálok. Nem érzitek át, mert ő ott ült, és a kedvenc fúziós kajáját ette éppen, amikor látta, hogy az emberek menekülnek. Hát akkor esetleg azt add el azt a pénzt, amit... Jó, de azt a pénzt, a humánum. Azt ajánlom, hogy azt a pénzt, amit erre költesz, azt... Akkor mit de tudom hogy én, küld el Afganisztánba, vagy égesd el, és akkor helyette egy szemrépádba. Mondjuk azt ne egyél, de akkor mit tudom én, tehát valami nem tudom mit. Tehát az a baj, hogy kurva nagy jólétbe élsz, és ezt frusztrált egy ilyen követ, baszki, ne zsigerelje már ki a bolygót állandóan ezzel a hülye izével. Mit megtenne? De hogy volt az Ali G-nek a bevándorlás politikája? Jó nők maradhatnak, a rúsnyák meg a férfiak takarodjanak. Uh-huh. De az afgán jó nők nem fognak idejönni, az ne reménykedjél már benne. Tehát az afgán jó nők azok a kevés afgán hadúr tulajdonát. De most nem reménykedem, meg nem cselekvési tervet mondtam, igen, hanem alapelveket határoztam. Hát ez is egy szép kultúra, nem? Akkor... Szép, igen. Csak igen, azt nem értem, hogy miért vágynak rá ide. Tehát pont a Fidelikus meg az Alföldi az első kettő között lesznek, akik véres halált halnának. Hogyha. Jó, sok afgán lenne. Ezt a szegény frusztrált a szétomlott életű Alföldit ütni amúgy ilyen ér, az kb. Akkor az itt a fegyőnek a kognitív képességei kikezdődik. Tehát már, ez olyan, mint hogyha valaki lép egyet a sakba, és akkor csodálkozik, hogy a következő lépésen leütik, amit lépett. Tehát Alföldi évek óta nem szól meg más műfajban,
így közéletileg, mint hogy így a saját célpontját életét sajnálhatassa. A humánum, ez olyan volt, mint a múltkori adásban, az én, az értelmisége, a humánum. Hát lehet humanista bazni, de akkor saját kárán legyen, és akkor menjen ki Afganisztánba segélyt osztani, és akkor stopperre mérjük, hogy meddig és akkor el akar nekünk adni, hogy itt minket a nyugat megmentett 56-ban. Hát nem, a lófasz nem mentett meg minket, mert kimazsolázta tényleg a minőségi menekültjeinket, szakmai szempontból minőségi menekültjeinket, az országok meg hagyták ott megdögölni a kommunisták markába, hát ahol volt. Ez a megmentés ennek a vihalföldinek. Most tényleg meg lehet menteni az afgánokat, csak körülbelül még egy megszállás, meg egy 100 éves ott tartózkodás. Ez meg a másik baszki, hogy minket 56-ban megszállt egy idegen hatalom. Aki bejött az országunkba, aki bejött az országunkba, és lelőtte azt, aki ellenállt neki. Közt a gyerekeket. Itt meg Afganisztánban, itt meg kiment a megszálló hatalom, és Afganisztán úgy intézi a dolgát, ahogy ő ott jónak látja, meg amire mozgástere kerete van. Hát az az ő dolguk. Ilyen szinten, ja. Hogy Afganisztánban milyen politika alakul ki, hogy a milyen rendszer, az kurvára Afganisztán dolga. Ugye a Mandinerem, ilyen, akkor ilyen. Mandinerem megjelent, vagy pár napja. Jelentek a tálibok kétharmaddal, hát ez van. Megjelent egy interjú egy olyan fickóval, aki kint bérkatonáskodott a hollandusoknak. És azt már kibeszéltük. Az a fickó mondta, hogy az afgánoknak, tehát egy ötödik gyerek szellemi színvonalán van. Igen, holdfogyatkozás volt, és akkor azt mondták, hogy a halak elvitte a holdat. Igen, és akkor imádkoztak egész éjszaka a lakhoz, hogy a űzzel a farkast, ami megette a holdat. Hát láttátok a katonai kiképzésüket, mikor egyszer kellett volna lépni? Igen, ennél voltak nagyobb problémák, hogy nem értették, hogy a saját húgyukba miért nem kéne ott fetrengeni, mert miért lesztek tőle betegek. Nem értették, hogy miért rossz az, amikor a saját testvéredet baszod meg. Hogy abból gyerek lesz, abból mi a baj? Hogy van ennek egy érdekes vetület? Ez ország értelmi fogyatékosság. Nemrég olvastam, hogy mi az oka ennek az értelmi fogyatékosságnak. Afganisztán, ugye egy anyának van 5-6-7-8 gyereke, és egyszerűen nem jut energia arra, hogy mindegyikkel kellő időt foglalkozzon, és a gyereknek a 3 hónapos kora után is le van kötve szorosan így egy pólyába, hogy ne legyen vele gond, le van téve, aztán beszarik majd napvégén, kipelenkázzák esetleg, és úgy le van kötözve a gyerek, és ugye 3 hónapos kor után a gyereknek a mozgása, meg a kognitív fejlődése az egymással párhuzamba halad, és a kettő egymásra hat. Tehát gyerenek mozognia kell, átfordulni, mászni, meg ilyenek, hogy a tudata is, meg az esze is kifejlődjön. És az afgán gyerek meg így le van kötözve, és kb. Az agya is le van így kötözve ezáltal, és ebből jönnek ki ezek a ilyen mindenféle sérült, meg fogyatékos gyerekek. Akiket azt egyébként ennyiből áll ráveni egy öngyilkos robbantásra például. Ja, tehát nem tudom, hogyan lehetne megmenteni, de nagyon vicces, hogy amikor így a ilyen különböző science fiction könyveket olvasok, akkor ilyen geopolitikai jövő szerepel benne, mindig az van benne, hogy már az emberiség már túllépett az ennön kiszerűségen, már nem háborúzik senki egymással, már nem tudom én, világkormányok vannak, már Kína is barátságban van az egyes utámokkal, sőt, ilyen közös nyelvet is kialakítottak, amikor fele angol, fele nem tudom milyen nyelvet beszélnek. Esperanto. Nem, mandarint. Az már, de Esperanto, azt tudod, kinek a projektje? Tudom. Na, és akkor ilyen van, de aki mindig, nem mondjuk, mindig, ki, van kivétel, orbánozni. Mindig van egy kivétel, ahol ez nem vonatkozik, Afganisztánban mindig merényelik egymást az emberek, és háború van. De valahogy oda soha nem mennek ezek a szaporodás elleni aktivisták, hogy már ne szüljünk több gyereket erre a bolygóra, mert az micsoda, hát a Greta Thunberg sem megy Indiában. Hát, Alföldi sem megy, Afganisztánban most még mindig 5-5 van az egy a nőknek a termékenységi aránya. Ázsia többi részén egyébként rohadt sokkalnak meg, és mindig ők szaporodtak a világon a legjobban. Ázsia többi részén ilyen 2-2.5. Már Kínában, Indiában is. Afganisztánban meg ugyanúgy 5, mint Fekete-Afrikában. Igen, a kabuli tehát, repteret is ezért vették be gyorsan a tálibok, hogy a Bidennek kemtrélezze őket. Tehát érted, már fölfogták Indiában, Bangladesben, Kínában is, hogy így, ha nincs hova szaporodni, akkor így lassan megállunk vele. Most ez valamiért Afganisztánban és Fekete-Afrikában így nem üti meg az embereknek az inger küszöbét, hogy így, ha nincs hova, akkor nem jó, de mit fognak fel azok, azt sem fogják fel, hogy ne robbansz fel magadat, ma az gecire fáj. De csak rövid ideig cserébe. Sajnos legalább nem kellene ezt Muriszetet hallgatni. Valamit valamiért. Le kell lőnöm a bulit, mert beleszorultunk a... Most akkor ajátod el a tőszerepét, lelövöd a bulit. Lelövöm a bulit. És szolgálti közlemény szintén, hogy ugye nyilvánvalóan föl kell iratkozni a kanálisra, meg lájkolni, meg megosztani. Fogad be! Ez itt fogad vissza, és légy Gabi, engedj vissza! És van még egy szolgálti... És küldjetek pénzt! És küldjetek pénzt! És tudunk már egy bankszámlaszámot? Nem, de kifogunk. Na hát, kurva nagy mulasztás. És még egy szolgálati közlemény van, tehát ne menjetek nagyon messzire, mert körülbelül egy órán belül jövök vissza a Feri történetével. Én találkozunk jövő héten. Hello!